Gúnyosan le Jézuskázták már neked, ami megváltónkat. A mi is ez történt velem, és ez mindig mélységesen elszomorít és felháborít. Ma olyan dolgokat fog megosztani, ami alapján úgy hiszem, hogy senki se merné még egyszer nevetség tárgyává tenni Jézus Krisztus nevét. Erről lesz ma szó, ez itt a Jézus Bistró. Sziasztok, Záhonyi Viktor vagyok. Elnézést a kimaradt adásért, be kell zárni a bistrót betegség miatt de újra nyitottunk, és jelenések könyvét kezdjük el. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek a játékban, a legtöbben ezt a könyvet kértétek, utána akkor a zsidó levél fog következni. Olvasom tehát a mai első verszak, első fejezet. Ez Jézus Krisztus kijelentése. Azért kapta Istentől, hogy előre megmutassa szolgáinak azokat, amiknek hamarosan és hirtelen meg kell történniük. Jézus elküldte angyalát a szolgájához, Jánoshoz, hogy jelképek által közölje vele ezeket. János pedig tanúskodott mindarról, amit látott. Ez az, amit Isten üzent, amit Jézus Krisztus kielentett Jánosnak. Boldog és áldott, aki felolvassa. Na, ez most én vagyok. És boldogok és áldottak, akik készséges szívvel hallgatják. Ezek pedig ti vagytok. Ennek a proféciának az üzeneteit. Úgyhogy készülj fel, boldog és áldott vagy és engedelmeskednek azoknak, mert már közeledik az idő. Jánostól a Kis-Ázsiában lévő héthelyi gyülekezetnek kegyelem és békesség szálljon rátok attól, aki van, aki mindig is volt, és aki el fog jönni. Nézd, az, aki van, aki mindig is volt, és aki újra eljön, aki öröktől fogva létezik, azt én csak tisztelettel tudom megszólítani. A trónja előtt lévő hét szellemtől és Jézus Krisztustól, figye, a hűséges tanútól, aki elsőként támad fel a halottak között. Jézus feltámadt a halottak között. Olvas utána. Számtalan bizonyíték van arra, hogy igen, Jézus meghalt és feltámadt. Eddig ez senkinek sem sikerült. Na most azt a szemét, aki legyőzte a halált, azt az, hogy az, nem mernék kúnyolódni. És aki a föld összes királynak a fejedelme. Nézd, minden hatalom Jézusé az összes királynak, az összes fejedelemnek, mindenkinek fölötte áll. És ezt egy nap meg is fogjuk látni mindannyian. Hogy szégyelném, hogy félnék, hogyha én addig gúnyolódnék Jézusról. És aztán egy nap megjelenik, már pedig meg fog jelenni. Jézus mindig is szeretett bennünket, nézd, saját vére árán véglegesen megszabadított minket a bűneinktől. Jézus az életét adta érted. Te nem gónyolodsz egy ilyen emberrel. hogy egyszer majd belátod azt, hogy, hogy a bűneidet Jézus törölte el, a halált, azt, azt Jézus tolta félre az útból, akkor szerintem, mint egy, mint egy kisgyerek úgy fog zakogni és bocsánatot kérni tőle, ha valaha is kinevetted őt, vagy gúnyolódtál miatta. Ne tedd ezt! Több tiszteletet élet és haláluk rának! Jézus mindig is szeretett bennünket, igen. Ő tett bennünket királysága népévé és papokká, akik Istent, Jézus atyát szolgáljuk. Jézusé legyen a dicsőség és a hatalom örökké. Amen. Nézzétek, Jézus jön a felhőkkel körülvéve. Mindenki meg fogja látni. Még azok is, akik őt lándzsával átszúrták, még azok is, akik őt kázták és közben nagyokat nevettek és az egész világon mindenki siratni és gyászolni fogja őt. Igen, így lesz. Amen. Azt mondja az Úristen, én vagyok az alfa és az omega, aki vagyok, aki mindig is voltam, és aki el fogok jönni, a mindenható, ő el fog jönni. Jézus maga profétálta meg ezt, ő is, az új több profétát, proféciát olvasunk erről. Máté 25, 30. Akkor megjelenik az égen az emberfiának a jele, vagyis Jézus jele, és a világon minden ember gyászolni és sírni fog mindannyian meg fogják látni az emberfiát. Ez egy globális jelenség lesz. Ez egy óriási beismerése lesz az emberiségnek az, hogy igen, Jézus valóban Isten fia volt. Valóban ő az univerzum ura, és ő valóban visszajött. Mindannyian meg fogják látni az emberfiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel. Akkor már nem lehet viccelődni az ő nevével. Olvasom tovább. Én János testvéretek vagyok Jézus által. És társatok a szenvedésben, a türelmes kitartásban és a Jézussal való együtt uralkodásban. Patmos szigetére kerültem, mivel Isten beszédét és Jézust hirdettem mindenkinek. Ekkor magával ragadott a Szent Szellem és elvitt az Úr napjára. A háta mögül erős hangot hallottam, amely a hangjához hasonlított. Ezt mondta, írd meg egy könyvben, mindazt, amit látsz, és küld el annak a hét helyi gyülekezetnek, amely Efezusban, Szmírnában, Pergamonban, Taitirában, Szárdészban, Filadelfiában és Laodíciában él. Megfordultam, hogy lássam, ki szól hozzám. Hét színarany olaj mécs tartót láttam, és közöttük valakit, aki az ember fiához hasonlított. És most érje le Jézust az ő mennyei dicsőségében és erejében, ahogy vissza fog jönni. Már nem törék egy emberként lesz itt, akit keresztne szögeztek a gonoszok. Nem, nem, hanem ő, ő, az univerzum uraként fog visszajönni, nézd csak. Hosszú átviselt, a melle körül aranyövvel. A feje és a haja olyan fehér volt, mint a hó, vagy tiszta gyapjú. A szeme, mint a tűzlángja. A lába, mint a kemencében olvasztott izzó réz. A hangja pedig olyan volt, mint egy hatalmas vízes és zúgása. A jobb kezében hét csillagot tartott, és a szájából két élő éles kard jött ki. Arca úgy ragyogott, mint délben a nap, mikor a legerősebben süt. Vannak itt persze jelképek is, mint a kételű kard, amit tudjuk, hogy Isten igéje. Nem akarok most szimbólumokat magyarázni. Viszont az, hogy ő a világosság, ő a fény, ezt Jézus magáról állította. Sőt, vannak feljegyzések is erről. Vannak bibliai, 2000 éves, és vannak mai feljegyzések is, mind a kettőt röviden, jó? Az egyik Máté evangéliuma 17.1. Felvitte Jézus magával a legközelebbi tanítványokat. Ott pedig a hegyen Jézus a tanítványok szeme láttára átváltozott, arca úgy ragyogott, mint a nap. A ruhája pedig fehéren fény lett. Majd hirtelen megjelent mellette Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Nézzétek, a túlvilágról már egy megdicsőült testben megjelennek Isten emberei, Mózes és Illés, és maga Jézus is. És a ragyognak. Fényemberek. Úgy ragyog, mint a nap. Az arca úgy ragyogott, mint a nap hú, én nem mernék viccelődni egy ilyen hatalmas lényel. de ami szerencségről szeret minket. Nézd, azt mondja egy korabai feljegyzés, ez pedig a halálközeli élményekből. John Burke írt egy könyvet, az Imagine Heaven, vagyis képzeld el a mennyországot, erről prédikáltam, és megtaláljátok a Youtube-on. Ezer, több mint ezer embert interjú volt meg, tehát ez egy reprezentatív minta volt. És itt van az egyik tanú, egy vak illető, aki találkozott Jézussal a túlvilágon. Nézd, hogy írja le őt. Majd észrevettem, hogy mellettem áll egy fénylény. Az ő világossága minden más ember világosságát felülmúlta. Megölelt engem, és éreztem a haját és a szakállát. Ölelés közben szinte körbezárt engem az óriási szeretete. A mai halálközeli élmények, amikre nincsenek emberi magyarázatok, kicsit tanulmányozza a témát, és meglátod, azok mind nagyon-nagyon-nagyon hasonló lényt mutatnak be, mint Jézus, mint akit a Bibliából megismerünk. Ő a világosság, ő a hatalom, ő a szeretet. Engedelmeskedj neki, adj neki hálát, és higgy benne, ne gúnyolódj, mert még egy nap megbánod. Most, amikor a kegyelem ideje van, most térj még Jézushoz. Ne viccelődj, inkább a bűneidet vald meg, és higgy benne, aki szeret téged, és aki az életét adta érted a kereszten hadd imádkozzam érted, mennyi atyám, kérlek, bocsáss meg mindenkinek, aki Jézus nevével gúnyolódik, akik nevetgélnek miatta és rajta. Ad, hogy felismerjék őt, mint élet és halál urát, mint azt, akinek ragyog az arca, mint a nap, és aki szeret mindannyiunkat, és most hajlandó, igen, megbocsájtani a gúnyolódásokat is, a nevetéseket is, sőt, még azokat is, akik őt keresztre szegezték. Ilyen hatalmas szeretete van, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak. Őt áldjuk és imádjuk, őt tiszteljük örökkön, örökké. Amen. Amen, Isten áldjon. Úgyhogy több respektet Jézusnak, élet és halál órának.